Igazából nem nagyon utóbbi időben rájöttem, hogy jobb, ha bevallom, hogy én nem nagyon tudok kérdéseket feltenni. Ennek egyében már hónapok óta az alakult ki, hogy valamit úgy mondok, amit gondolok, és utána hozzáfőzzem, hogy ez vett kérdésnek. De most azért két dolgot előre bocsátok röviden, nem egy fél órába. Hogy először is a egyetlen dolog a Halas Istvánról, hogy mi összesen eddigi életünkben talán egy 10-15 percet beszélgettünk, azt is a múlt héten a Részek Szabó nevezeti kocsmában, mert a Halas eljött a közelemben, nem bírtam, dúzottam messze kirándulni. És akkor én is az életben akkor beszéltünk először 10 percnél többet, azt hiszem. Ezzel együtt talán tanulságos, amit én mondtam is neki a múltkor, hogy én tényleg őszintén úgy érzem, és nem akarom smúzolás, vagy nem akarok nála bevágódni, hogy egy olyan ember, akit én, hogyha engem hívnak interjúra, vagy én nem is tudom, vagy valaki beszélni akar velem, akkor smárat vagyok, nyugodtan elküldök magam helyet. Mondanám neki, hogy mondasz, amit akarsz. És ez, ilyen ember azért kevés van az életemben. Az a nagyon különös, hogy hát hogy alakult ez ki, annyira akkor szembes lenne az ő arca, vagy én nem is tudom, hogy lett ő olyan ember, és érdemes azon elgondolkozni, hogy kik azok az emberek az életemben, akik valahogy ilyen különös módon közel kerültek hozzám. Ezért hívtam el, mert én nekem ez már régóta egy ilyen terápikus dolog ez a beszélgetés. Olyanokat igyekszem elhívni, akiket szeretek, és akikkel nem félek együtt lenni. Azt hiszem ennek az egésznek ez a lényeg, egy kicsit most így összefoglalóval. Mert most a következő alkalommal vége van ennek a beszélgetés sorozatnak, és ennél jobban nem tudnám megfogalmazni, hogy mit gondolok. Ezzel így az alaphangot azért egy kicsit talán letettem. Tehát, hogy végül is eljöttünk, nézem a halászt, és örülök, hogy látom, és hát valamit beszélgetni is fogunk. A fotózásról is lehet persze beszélgetni, de az rémes lenne talán. És ezért egy kérdés. Méghozzá ez egy vicc lesz. A leges-legelső beszélgetésen a Györe Balázs volt a vendég, és megkérdeztem tőle, hogy állt-e óvodába. És ez most kérdés. Jártál-e óviba? Jártam óviba. Nem szerettem oda járni. És valóban a kanizsai úton volt, nem is tudom, hogyan, miként kerültem oda, akár nap, mint nap, vagy első nap. Igazán emlékszem. Nem szerettem oda, amikor később az iskolát sem szerettem. Nincs hang. Most van, bocsánat. Hát nagyon nem szerettem sem az óvodát, sem az iskolát, hogy majdnem minden, ami összegyűlt bennem, az valahogy ettől mind külön. Vagy ettől függetlenül olyan iskolában számítottam egy olyan kérdés, hogy ilyeneket fogsz kérdezni a apámon, meg alatt. Kiismerhető voltam mindig. És bele gondoltam ebbe is, hogy ilyeneket mit fogok válaszolni. És a Gorkinak ugye vannak az egyetemeim című remek mű, amit soha nem olvastam, de a címe alapján mondom arról szól, hogy hogyan lehet másoktól tanulni hivatalos formán nélkül, tehát óvén, óvodán kívül. Ilyen iskolában meg jócskának voltak. Azért maradok ennél, nem mindenkitől kérdeztem meg, de azért nagyon, amikor bedobtam, akkor jó ösztönnel dobtam be a kérdést,
Először is nekem egy súlyos neurológikus pont, én nem jártam moviba, hát viszont a rádióban hallgattam az óvodások műsorát, és amikor azt mondták, hogy most fogjátok meg egymás kezét, akkor kicsit elérzékenyültem, és ott ültem kövérem, és fogtam a saját kezemet. Hogy Gyere Balázs meg azt mondta, hogy ő nem járt moviba, de elvitték, és kívülről nézte az óvodásokat, és nem akar bekerülni oda a kerítés másik oldalába. Na de, hogy ezt én miért kérdezem? Egy alapvető élményem a halásszal, halassal, eleve ez is a halász-halas dolog, hogy én ugye halászra emlékeztem, és egyszer csak halas, sőt, most már halit is hallottam, tehát rövid ősz. Hogy amikor én elkezdtem csavarogni a városba össze-vissza mászkálni, amit meg is tartottam, mert lényegében ezt csinálom, akkor az alapélményem az volt, hogy körülöttem kedves emberek, akiket szeretek, azok úgy valahogy összetartoznak. Tehát valahova egymás közé tartoznak, nem is az, hogy kiállítanak, vagy nem állítanak ki, de úgy összetartoznak. Én meg maximum a lányok után futkostam, tehát lányokkal sögöztem, lányokkal csodagodtam. Na most ez köztünk egy érdekes, hogy egyrészt azt érzem, hogy a halassal azonos vagyok valahol olyan, mintha én lennék. Másrészt, hogy egy nagy különbség, mert én egyedül mászkáltam, hogy megtartozott mindig valahol. Vagy legalább az, hogy mindig az ügyességre. Ez kérdés. Ez igaz is. Tehát egy mondat erejéig valóban visszakötél a papa történetre. Tehát én házasságban kívül születtem, soha nem láttam a valódi apámat. Három évesen adoptált öcsémnek apája, akitől meg rá három évre már el is váltak. Tehát is valószínűleg ennek köszönhető, hogy ilyen apa élmény, maximum öcsém apjára emlékszem, aki egy agresszív, de nagyon intelligens, okos ember volt. Vert minket, nem ebbe a könyvtárban dolgozott, hanem a Gorki könyvtárban. Uramódon megszívta a háborút, tehát hadifogságot, meg mindent, és elég korán meg is halt 70-es évek végén, de hát öcsémnek mondtam a Gorki nekem olyan távolról egy ilyen irigyelt őrfejű férfi. És a pótlék az meg úgy lett, hogy mindig valóban, vagy csoportokhoz, vagy konkrét személyekhez kötődtem, és ezek ilyen apa pótlékok. Tehát a Nagy Bálinttal töltött 10-15 éven az egy értelmű képes, de hát előtte is voltak olyanok, tehát a Pap Tamással, amit dolgoztunk együtt. A 80-as évek elején, tehát én már 86-ban meghalt, vagy előtte a Szirtes Andrással filmekben. Tehát ezek mind ilyesmi. Próbálok még így neveket, de szerettem amúgy is párban, a csoportban dolgozni. Most megfuranulom ennek a csoportban, hogy hál' Isten, hogy a diákok, tehát mennyiségben pótolják ezt a dolgot. Hogy ez mennyire, ha valakinek van egy mániája, mondjuk most nekem ez a hovatartozás, nem hovatartozós dolog, hogy ez mennyire rendszerré tud az emberben felépülni a mániája. Hát most is például beszélgetünk, én nem tudtam, ugye hát nem járunk össze, nem látjuk egymást értékelőkén. Tehát mondja, hogy feleségem, kislányom, másik kislányom. Hát ezek szerint felesége van, sőt, mint a kislánya is, ráadásul kettő. És ezt megint ahhoz adtam hozzá, hogy én meg ott élek otthon tök egyedül. Tehát lám, milyen jó irányba kíváncsiskodtam azzal, hogy hova tartozás, valakihez tartozás, valaki között élni, vagy pedig tök egyedül. Tehát ez engem tényleg érdekel ez az ügy, és ez már nem is kérdés. Ez is
nehéz kérdés lesz. A feleségem az a kisebbik lányjal vannak egy farsangi munkácsában. Nagyon szeretett van eljönni. A Minka itt van a nagyobbik lányom, és hát megint csak olyan dolgokat hallani, amikről lehet, hogy nem is tud. Tehát bizony, egyrészt a feleségemben van köztünk 15-16 év. Előtte volt papírom is feleségem, papír nélkül is feleségem, és nagyon fontos közös életek vagy életrészek, amikor ő nem tud, ez most egy ilyen életmentő történet lehet, szóval majdnem biztos vagyok, hogyha Lígiával nem házasodom össze 16-17 évvel ezelőtt, akkor én valószínűleg az ital, nagyon nehéz így dolgozni, ez igaz. Nagyon nehéz, tehát ünnepnek minősül, amikor egy ilyen napi 24 órás család történet mellett alkotni is lehet. Tehát olyan minimális szinten, de viszont olyan kurva jókat sikerülni a dolgozni, és ebben is ilyen új mód szerep van. Kettőt azért csak jelenleg és fotózásról fog szólni, bár nem akartad. Ugye Balogh Attila barátom megkért, hogy egy könyvéhez csináljak róla egy portrét. Jó, ez egy kedves megbízás, és örömmel vállaltam. Mondta, hogy aktot szeretne magának. Olyat is csináltam már. Attila mozgássérül, tehát ilyen nagyon vékony lába, ilyen helyre megyen kóros, tehát csak mankóval tud meg ilyen vas szerkezettel állni. Hát az alsó testete egy teljesen félelmetes látvány, és cigány, ízigvérő cigány. Ezért nagyon jó költöm. És hát akt az egy borító, egy nagyon provokatív, nagyon durva dolog lett volna, sőt, ügyeség. És akkor sikerült egy olyan képet, egyrészt sikerült meggyőzni magam, hogy róla az akt, ez bőven elég, hogyha egy fél akt, és ugyanúgy a bankó hozzátartozik, de nem tud megállni. Tehát ő is úgy készült el a kép, hogy egy ilyen furán hengérrel festett, éppen új lakásban költözött és például fordítva egy kis 5x5 négyzetméteres szobában. Hengérrel egy fal előtt, lepusztult fal előtt, tehát valóban filmesztelenül, 6x6-os negatívra, tehát is semmi digi, negatívra, lámpákkal, de nagyon finoman visszafogva, épp hogy egy picit itt van. És olyan képet sikerült csinálni, hogy aki nagyon kevesen látták meg, de könyvborítóhoz készült, majd megjelenik rövidesen is a könyv, talán a könyvhétjeit lesz, vagy meg lesz, és akkor ez publikus, akik eddig látták még így a, nem tudom, azt mondjuk, helyes szőt, tehát ilyen katalitikus
Attilának is szépen sorban a többieknek is. Kicsit változtatnak a könyv miatt, más az aránya, tehát változik a dolog, de maga a kép kész van is aranyi. És még egy, hogy egy olyan, amely szintén a napokban készült el, két helyen tanítok mostanában. Az egyik, őket jobban szeretem, mint a másikat. És az egyikben azt, nem, visszafelé kezdem a történetet. A József Attila pálya, József városi pályaudvaron sétáltam, bemásztam, míg az építkezés előtt. És érdekes módon most is tudom a fényképezőgép, tehát mindig van nálam. Egy olyan pillanat, hogy nem volt nálam fényképezőgép. És hát itt van a mobil, és mobillal elkezdtem fényképezni. A leendő holokauszt emlék a házak ügyen felé. És csináltam összevisz 6-7 felvételt, és találtam egy dobozt, egy ilyen fénydobozt, amiben számok voltak, és egy pecsét, amiben ezeket a számokat sorba lehetett rakni. És akkor a diákoknak kiosztottam a számokat, hogy tessék azt lefényképezni, minél színesebb, vagy valami ellentétesebb, vagy ellenpontozóbb háttéret. Tehát volt, aki szőke hajon fényképezte le, volt, aki színes filce, vagy nyersen van. Szóval mindenki megcsinálta, és ott az órán, tehát amikor hozták a számítógépet, még akkor az egyik diák leült a számítógépen, és Photoshopba összerakta a 6 jegyű számot, és a háttérkép maga a mobillal készült felvétel. Most olyan élményben volt részem, soha nem használtam fényképezésre a mobiltelefont. Vannak egy élmények, hogy itt rajta a család, kutya, meg ilyen dolgok, de hogy műalkotáshoz vagy alkotáshoz soha nem használtam. És úgy meg nagyon dolgoztam, hogy valaki másnak csak instruálom, hogy azt a képet mekkorában kérem, hova. Az meg, hogy a számokat más fényképezi, az meg még egy plusz volt. És összeállt egy olyan 4 képes sorozat, amit biztos vagyok benne, hogyha a közeljövőben kiállításra kérnek, vagy lassan előfordulhat, hogy én fogok könyörögni valahol, hogy ezt gyorsan állítsuk ki, mert friss és jó. És sürgős, ugye előtt a József városi történet miatt, és azért 6 jegyű szám, amit csodálkoztam, mert tehát a nagybátyám számára is emlékeztem, de ahogy utána néztem, 6 jegyűnél nagyobb szám nincs. Tehát már a betűn kívül, tehát ahol nincs a betű, tehát a Auschwitz, ott a szám soha nem nagyobb, mint 6 jegyű, tehát 999.999 ilyen létező tetovált szám. Ez volt a válaszom, mert emlékszem, hogy mit kérdeztem. Körülbelül úgy gondoltam, én egyébként amiket felírtam annak a csupa fotózásra kapcsolatos, de gondoltam, hogy zsebbe dugom az egészet. Nekem egyszer azt írták valamelyik könyvemből, tudom is, hogy melyikről, nem lényeg, hogy nem szép irodalom, mert nem fiction. Így szó szerint. Nem tudomány, mert nincs benne elég alapátos. És még valami harmadik is nem, meg valami nem. Nem tudom. 3 dolgot. Tehát, hogy lényegében, amit csináltam, az semmi. És ettől tulajdonképpen az egész egy nulla. Most nekem ez nagyon tetszett, mert az jutott eszembe, hogy az a szó, hogy műfaj tisztaság. Tehát, hogy ezek valami műfajvédők, és hogy valahogy az országban a műfajok, azok ilyen egészen beteges és nagyon sokáig kitartó tabuk.
Tehát, hogy most akkor te profi vagy, amatőr vagy. Nekem életem egyik legfájdalmasabb pillanata, sok éve eltelt, részegen egyszer egy szerkesztő, aki egyébként kiadta az irományaimat, a panciákat, valaki kimondta azt, ami a gödében volt velem kapcsolatban, és azt mondja, hogy tehát te egy rossz fotós vagy, egy jelentéktelen festő és egy ócskaíró. És ott volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő nem tudta, hogy én mikkel foglalkozom, és azt mondta, hogy ilyen sokoldalú vagy. És tulajdonképpen valami ilyesmit akartam kérdezni. Abszolút pontos. Kölcsönös szimpátia. De egy történet, hogy nem kell ahhoz találkozni, nem beszélgetni, hogy ez működjön. Szóval pontosan olyannak képzellek téged is, mint magam. Hogy gyakran, amikor tömören kell fogalmazom, akkor azt szoktam mondani, hogy hát ugye festőszer szeretném lenni, de nem vettek fel a kocsik 72-ben, és akkor jött a Szépművészeti Múzeum könyvtára. Ezt patetikusan akartam megjegyezni egy bizonyos időpontban, de most előttem, nem baj, mindegy, már tök mindegy. Tehát és aztán jött a, hogy akkor majd autodidakt a festés. Ezért szép lassan fotózás, kitanulom a fotót, aztán majd visszatérek a festészethez. Ennek az eredménye az az, hogy a fotósok nem szeretnek, mert képzőművésznek tartanak. Bocsánat, ez én vagyok, ez nem te vagy. Képzőművészek meg azért, mert a fotográf. Hát, tényleg valóban, nem tudom, hogy most örüljek-e annak, hogy másnak is ilyeneket mondanak, vagy szomorú legyek, pedig amit meghagy, azt hittem, hogy csak nekem. Az a szenvedés történetem az örös, az a jó, hogy egy maga szenved az ember. Szóval az nem jó, ha más valaki is, hogy nekem egyébként a Tibi is ezt leírta, hogy nehogy az írók engem festőnek tartanak, vagy akármi másnak csak írónak, és akkor így most ezt nem mondom, még fordítva, de így nem lettem én semmi. Na most van még ebből egy nagyon jó dolog, az életmű mennyisége. Az is itt egy ugyanolyan dolog, hogy műfaj tisztán akár lenned, és hát sok mű. Sok mű. Tehát még ez is egy érdekes közelítés. A művek. Látható vagy-e? Jó, hogy csapom én tovább. Én hoztam neked egy verseset. Enyém. 83-ból, de nem hiszem, hogy valahol is a kezedbe került. Ezt szeretettem volna. És akkor ez nagyon régen, nem jelent semmi, és többet lehet, soha nem is fog semmi. Akkor ez eljött az a pillanat. Szépen. Akkor ez persze szerve. De most várj, és a klasszikusból is adok ez. Kettő egy ide. Olemon című kis könyvecskét azért adtam, az a kis füzetke, az arról valószínűleg nagyon kevesen emlékezhetnek, mert az egyetemi színpadon, amikor bemutatták Szirtes Andrásnak a Promóba Golyók történetet, ennek egyik főszereplője vagyok, a filmben mutatóra készült ez a verses kötet, és ott került először színpadra és előadásra, azóta sem. És akad még egy-két ember, aki ott volt, egyrészt meg talán egy-két példány jó pontban, úgyhogy használjuk is. Kicsit térjünk vissza a műalkotások mennyiségéhez. Hát ugye... 30 kötet, 43 kiállítását. Előbb említettem ezt a tempót, hogy a Babak Attiláról készült portré. Körülbelül fél évet gondolkoztam a képen. És
2013-ban analóg, nem merem kimondani, lehet, hogy az egyetlen. 6x6-os, tehát nagyfilmes, kisfilm, az biztos, hogy dolgoztam valamit, de nagyfilmes az az egyetlen, amit fontos a kis tapatok tudom. A digit már nem számolom, mert nem tudom követni egyrészt, nem tudom rendszerezni, nem tudom átlátni, és nem igazán értem. Tehát ez a naplószerűsége az érdekel, tehát örülök, hogy meg tudok keresni egy napot, vagy egy alkalmat, ünnepet, vagy hétköznapot, az úgy kedves. Blogszerűen, tehát hogy másnak is nem mutassam, vagy a Facebookra fölrakjam, az nagyon irritáló, tehát nem tudom, hogy mi lesz vele. A mennyiségre körülbelül 2-3-4 kiállítási anyagot áll a padláson, és megy szép lassan tönkre. Azért lassan döcög vele, beindul itt valahogy a dolog, legalább negyed úgy, mint a részek szabóban. Mert amit itt előmondtál, ez a blog dolog, hogy irítál. 2007 karácsonyra meglettem magam egy digitális fényképezőgéppel, és akkor nagyon rossz állapotban voltam. Tehát meghalt az utolsó mamám, az ugye az utolsó rokonom, és egyedül is maradtam amúgy is. És én ezt megfigyeltem, hogy ilyenkor szoktam magamnak venni valami fényképezőgépet általában. És a gép milyen színvonalából látszott, hogy mekkora volt a fájdalom, hát ez egy elég jó gép volt akkoriban. És a Várnai Tibi mondta, hogy ne szarjak be, csináljak valami blogot, és akkor majd túlélem ezt a rossz időszakot. És akkor nyugtatókat szedtem, és digitális, ez így együtt. És csináltam egy blogot, ahova egy csavargó fotókat tettem fel, ami lényegében semmi. Tehát, hogy megyek valahol, ami értékelhetetlen embereknek, mert nincs rajta ilyen régi szép ház, vagy nem tudom, csak bekanyarodok egy sarkon, és ott úgy érzem, hogy valamit kell csinálni. Tehát, ami téged irritál, és én tudom is talán, hogy tudom hülyeség, érzem, hogy miért, nekem az megmentette az életemet, és máig nagyon... Tehát én hálás vagyok a Tibinek ezért a dologért, mert ez a hülye blog, ez engem megmentett. Nem tudom, én meg túljöttem elég ennél, hogy szóval próbáltam, vagy rávettem arra, hogy a Facebookon be vagyok jelentkezve, vagy hogy mondják, tehát fenn vagyok a Facebookon, és ott szintén a Tibornak a alapján nem bántam meg, de nem szeretem. Egy héten egyszer, most hiúságból azért néztem, hogy ki lájkolt, meg ki lesz itt, úgy érdekes volt, de igazából nem hetente, két hetente megnézem, és nincs rá időm, azt hiszem. Persze nem igaz, hanem inkább attól félek, hogy rárolom, hogy reggel kell kalandozni, és akkor esik. Szóval nekem ez egy akkora csoda, mint ez a könyv. Egy egész számítógép történik. Az, hogy arab zenékre ébredünk, vagy teljesen eddig nem látott filmeket, vagy zenéket, hallgathatunk együtt a családdal, szóval nekem ez olyan, mint egy gyerek, hogy a kamerához valamelyik lesz. Nekem megfejtettem, hogy ez olvasatlan és össze-vissza van írva. Tettem ide, leírtam azt a szót, hogy józanság kérdőjel.
ki is fejthetem, de talán én is megvallom, hogy én utóbbi időben egyre inkább úgy szétestem, amikor valamit próbáltam dolgozni, de ez nagyon jól esett, és úgy éreztem, hogy akkor jön ki valami az egészből, de egyre rosszabb volt végül is az eredmény, tehát most gicsesen, és hát én szeretem a gicset egyébként, egyre jobban felvállalom, mert ez a szép szó. Én egyre jobban szétszoktam esni, amikor képes vagyok valamit dolgozni, vagy dolgozni se jó szó, valamit művelni, vagy csinálni, akkor egyre inkább összeszoktam omlani. Tehát tényleg úgy, hogy belehalogod a dolog. És erre akartam valamit rákérdezni, hogy erről összebe jutott valami, vagy te neked valahogy, hogy vannak ezek, hogy ki, nem tudom, hogy az ember kilép valami szerepbe, most ha már itt benne vagyunk ebben a filmképezésben, és akkor ott az egy világ, és hogy milyen állapotban van, mert ez az ivás nem ivás, stb. Tehát, hogy azért én például valamit nap hálát elérzékenyültem, ott sírtam a konyhába, arra gondoltam, hogy az emberek alkohollal kapcsolatban hálátlanok, melyek gusztustalan bűntudatuk van, ahelyett, hogy megköszönnék, az milyen sokat kaptak például a dologtól. Jól beletrafattál, én szokták számolni a profi, tehát a szert arcsi, az pontosan tudja, hogy 9341-es. És ugyanúgy alkoholista volt, vagy van, én nem tudom, kb. Augusztus óta egy sportozni tudtam, és nagyon-nagyon hiányzik az alkotás előtti közbeni utáni pillanatnál lévő dolognál jól esne, vagy összetartozik az ünnepléshez. Még ha csak mozgások szinte, nem is az alkohol, csak az a dolog, az egész a mozgás az, hogy kimegyek, és el szoktam nézni például a porrakon. Igen, és érdekes, hogy rákérdeztem a hölgy, hogy eddig nagyon jól írtam, de illetve alkotnak, hogy érjétek, akkor segít egy orvos, egy pszichológus. És azt mondja, hogy ha elkezdek inni egy picit is, akkor ez visszajön, és akkor megint ugyanaz a tempó lesz, ez az egyenletes, ugye, amit viszont utána. Tehát nem, és azt mondja, hogy szívjak inkább füvet. Utána jól megjegyeztek. Egy érdekes élményem volt, Tolnai Otónál voltam vendégségben Palicson, és az Otónak a felesége mindig megméri reggel a vérnyomását, ez egy ilyen szertartás. És ott látom, hogy reggel felkelek, ülnek az asztalon, Otó teszi föl a kezét, gyűri föl a pólót, és akkor a jutka méri a vérnyomását. Furcsának tartottam, utána mondta, Bandika, tessék neked, és én is beültem, vérnyomás. Hát iszonyúan fájt, de én nagyon meglepett, hogy ennyire fáj. Hát valahogy úgy volt beállítva, hogy nem gondolták, hogy nekem 195/120 lesz, és azt mondta, hogy ne halljál itt meg, itt nincs egy rendes temetés, ne itt halljál meg nálunk. És ezek után a kórházban rendbe adták a vérnyomásomat, egy ilyen 120/60 vagy valami ilyesmit csináltak belőle, felkeltem, mint egy zombi, és eltántorhattam tompa arccal a WC-be, és arra gondoltam, hogy ez rendben van, hogy így én fogok tudni élni, de minek? Le tudom, tehát
könnyedén letudom ott az órákat a diákokkal, és én is nyertem annyit, hogy rendet csináltam, és abszolút olyan körülmények vannak, hogy a régi negatívokat föl kell, és föl tudom dolgozni. Tehát ez egy ilyen örök jó folyamat, tehát amikor te említettél a mesnek, hogy nincsen tervei, nekem rengeteg tervem van, de hogy ebből mit valósul meg, azt persze nem tudom, de erre azért nagyon tudom, nem tudom hány évvel ezelőtt, mert minden valahogy mérgen volt. Úgy egy ideje, hogy nincs semmi, tehát most is az, hogy egy megnyúlott idő. Hogy azt gondoltam, hogy a fekete-fehér negatív tömegei, tehát ilyen szekerény számra, azok el vannak látva persze, még annak idején egy ismerősöm lopott a kedvemért ilyen narancs színű alfa tokokat, az nagy szám volt annak idején, nehéz volt szerezni. Csak mondjuk 5-ös éve kellett vele felvágni a negatívokat. Kicsit rövidek lettek, de ezek a narancs tokokat számoztam aztán, ezt aki tudja, miről beszélni tudja, hát egyébként nem érdemes ezt részletezni. Most ezzel nekem tele vannak szekrények. Egy időben még mondtam ilyen számokat, hogy hány fotón van, és éreztem, hogy az illető 5000 kicsit is sokkolhatom, 10000, 20000, 30000. És akkor ez egy ilyen nagyon büszkeségre töltött el. Aztán rájöttem, hogy feldolgozhatatlan, hiába van ellátva adatokkal, meg számokkal, meg olyanokkal, hogy milyen hívóba hívtam, és nem tudom, mindenféle hülyeséget felírtam olyan pozitivistán. Ez néha nagyon jó, mert érdekes adatok kerülnek elő egy ilyen tokról, tudom, milyen délutánom volt. De aztán arra gondoltam, hogyha én elmennék egy külföldi városba, egy bőrönbe elvinném magammal, vagy két bőrönbe, minimum, vagy több bőrönbe, utazóládába, és elmennék egy mediterrán kisváros, gondoltam, ahol ugye ilyen kicsi házak vannak egy tengerparti kikötő körül, ilyen magas, keskeny kis ház, a francia ablak, lent egy kocsma, vagy kifőzde, ugye a tipikus gicses kis kockás abrosz, ahol engem szeretnek és hitelem van. Én fönt élek valahol egy manzácvában, nézem a tengert, és valami ilyesmi. És oda elmegyek ezzel a bőröndel, és elkezdem kinagyítani Pesten a csavargó fotókat. Akkor mire én kinagyítom azokat az általam sose látott képeket, itt a város is elkezd alakulni, és míg nálam előjön lassan a régi város, és megnézem, addig itt szépen alakul más irányba. Mert hogy építik, vagy nem tudom, mit csinálnak vele. Tehát ugye, itt is ez is fejlődik, és érdekelt ez, hogy a kettő két különböző irányba megy. Nálam előjön a múlt, és akkor ezen én éveket gondolkoztam, és ebből írtam ezt a kis lapanciát, amit hoztam itt a Halasnak, hogy ezt megpróbáltam leírni, hogy milyen lenne az, ha elutaznék egy ilyen kis városba. A negatívokkal. Szép. Erről az elutazásról az jutott eszembe, hogy mostanában itt ott szintén Facebook történt a gyönyörű portrét jelenleg meg ilyen régebbi, illetve vele, vagy egy idősebb képről, Déri Miki végig fényképezi ezt a generációt, és csodálatos kis képek, és szóval úgy beletrafált a történetbe, hát ezt a 80-as, 70-es, 80-as éveket én is rengeteg ilyen portrékkel, és ugye a levegőben jó volt, hogy hát most megcsinálni, milyen érdekes lenne, hogy is csinálnám meg. És azt tettem észre, hogy nyilván mindenkinek föltűnt a kedvből láthatóan, hogy olyan szobor van összességében. Ismerős ez a történet, de ezek a képek, ez egy szomorúság világzik róla, és valami fájdalmas, szomorú történet, nem tudom az okát, és emiatt meg persze azt sem tudom, hogy én hogyan csinálnám meg ugyanezt a
feladatot, tehát ugyanazokkal az emberekkel, barátokkal most újból egymás szemébe nézni, egy hatalmas kamerával, fehér fel előtt, minden nagyjából ugyanaz lenne, és milyen lenne a tekintet. De amit mondasz, hogy nem érdemes földolgozni a régieket, ezt nem hiszem. Lehetetlen, az biztos. Én nem azt mondtam, hogy nem érdemes, csak... Elveszted akkor az itt létet, vagy a jelenlétet? Inkább az, hogy egyszerűen csak jelző nélkül szétfelé halad, ellenkezően. Nem mondanék pozitív vagy negatív, csak úgy, hogy nekem egy álomváros keletkezik, és itt meg... Ez furcsa. Mindenesetre a nagy terveim a képek feltolgozásáról, Tibor a tanulmából, hol állok vele, szóval. Na, igazából lefelé akartam én haladni, hogy... Egyébként az, amit mondtál, hogy azok a emberek, nagyon szépek a képek, a Várhát Ibének is csodálatos képei vannak pont abban a korból, egyébként a nagy azoknak egy nagy híve vagyok. De valahogy mindannyian valamilyen szinten egyformákat csináltok ebből a szempontból. Nagyon szépek, szerethető nézem, és olyan kicsit ilyen mitológikus érzése van az embernek, mint valami mítoszt nézne, olyanok ezek a régi fényképek. Nem tudom ezt most jobban megfogalmazni, de erről az jut eszembe, amit valahogy tegnap jutott eszembe, hogy engem a 70-es, 80-as években sokat basztattak, bántottak, de nem tréfából, hanem eléggé sértő módon, hogy én beteg ember vagyok, vagy nem vagyok normális, mert hogy ezek gusztustalan dolgok végül is, ahol én mászállok, és hát az ország fejlődik is épül, ez volt, hát nem tudom, 79-től 89-ig valami ilyesmi, és még fenyegettek is, nem voltam valami különösebben lázadó akad, de elég komoly fenyegetések is voltak, tehát a pofámat le fogják verni. És mert hát nem látták azt a fejlődést. És nagyon érdekes, hogy én hát úgy, hát tényleg ez betegség lehet, maradtam olyan, amilyen voltam, hát én ezt tudom csinálni, más nem tudok, ezt csak tudom, hogy hát most hülyeség. Ez az, ami valahogy nekem tényleg egy boldogságot okoz, a perverzió úgy látszik, hogy szeretek így menni minél inkább a semmibe. Egyébként egyre ügyesebben megyek a semmibe, és tényleg érzem a fejlődést. Meg tudok állni egy teljesen semmiben, nagyon boldogan. És valahogy több is jön ki belőle. És most azt éreztem, hogy hát megint, ha ilyen szempontból megnézném az utcot, amit itt összehozok, ugyanaz, és ugyanazt is kapnám. És kapom is, hogy végül is az egész, én csak a rosszat látom, holott én nem ilyen egyszerű, ez távolvas, hogy most ez rossz vagy jó vagy. És nem is vagyok én egy ilyen szociológus alkat. Ráadásul, hogy ugye mindig valakik, akik ezt ilyeneket mondanak, azok más emberek, de az én szempontomból tök azonosak. Mert hogy ugyanúgy látnak engem, mint aki egy ilyen ellenszenves bogárszerűen megy az utcákon, és csak ezt akarja, és hogy pusztuljon el, mert még nem akarjuk ezt látni, de mintha én mindig nyomnám a fejükbe. Pedig én ezt igazán nem agresszíven, én nem szoktam ezzel kiállításokat megyeit rendezni, nekik igazán alig élek. És még így is irritálok. Ugye sok-sok tanár már ebben a szabad egyetemben, amiben fölnőttem, a filozófus Kardos Andrással
jártunk hozzá beszélgetni, hogy ő jött hozzánk, és csodálatosan tanított minket minden, és amikor a képeimet látta, akkor, és ez azóta, igen, nem tudom mennyi, hogy hát miért nem tanulnak a képeimet. És ez azóta ott van bennem, és nem is fognak tanulni, és nem tudom az okát, illetve hogyha elkezdem gondolni, hogy mi az oka, akkor valami nagyon szomorú dolog jön neki belőle. Megmondom, hogy én már egyébként ezt elhittem, és bele is törődtem abból, hogy lehet, hogy tulajdonképpen tényleg ez egy betegség egész egyszerűen, most nem akarom, hogy másoknak egészségesnek lenni, ez egy olyan, mégis egy intelligensebb dolog. Tehát az olyan cikk, mondjuk, ha az ember meghűl, vagy beteg lesz, vagy elfolyik az agya bizonyos szempontból, egyébként sokatnak nekem is sokféleképpen tudok meghűlni, hogy én ezt nagyon szégyeltem régen is, és utóbbi időben, hát nem azt mondom, hogy kiállok mesztelenül az utcára, de hát most már azért tulajdonképpen néha dicséretnek veszem azt, azt mondják, hogy hülye vagyok meg. Na most itt egy másik dolog. A fotós, érdekes, ide csupa fotós dolog kiírkáltam, hogy ez a látszani, nekem egyik legnagyobb dicséret, amit az utóbbi években mondtak, ez jó, persze, ettől meg is jegyeztem, hogy néha olyan, amikor csinálok valamit, szokott így az utcán általában, mert mindig, hogy mintha nem látsz, nem lennék ott, és a pasik, vagy a nők, akik ott mennek, nem látnának. Tehát az látszik a fotókon, hogy lehetetlen, hogy nem néznek rám. Olyan nincs meg, mert ott én ott álltam éppen. És ez nem látszik, tehát láthatatlanná tevő sapka. És ezért itt felírtam egy, és hát nekem nagyon tetszett, és büszke vagyok rá. Úgyhogy úgy mennek el, szóval, hogy ott állok egy fényképezőgépen, ami egy hülye helyzet, és van benne valami ellenszenves és agresszív, és nem is tudom, valami nem jó. De közben én nagyon szeretnék ott állni az utcán, és közöttük úgy forogni, néha táncolni szoktam, hogy mintha mindig, ahogy elmennek, a szedők kicsit elsodornak. És akkor utánuk fordulok, vagy én mozgok ott, mint egy ilyen alig-alig látszó nylon madárjesztő, vagy én nem is tudom, valami ilyen hangulatok. Ebbe szeretek is belemenni aztán, és minimális mennyiségű sör egy ilyen nylon tudathoz vezet. Na most igazából azt akartam kérdezni, hogy ilyen láthatóság, láthatatlanság. Fényképezni csak úgy lehet, hogyha az ember nagyon ott van, ami úgy működik, hogy valóban nem veszik észre. Szóval a módszer, amit te is mondasz, tehát ezt ugye diákoknak úgy szoktak biztos, századszor, ezredszer hallják azt a történetet, hogy az André kertész, az leállt egy utcasarkon New Yorkban, és akkor biztos, hogy arra jött az apáca, a rendőr a háttérben üldözött egy rabot, és a nem is tudom, a fajdalt éppen a kis fekete kislánynak a új szoknyájára esett. Szóval, ennyire benne van a világban, és ennyire mázlista, meg ennyire figyel, vagy illetve ennyire nem figyel. De ehhez valóban ott kell költeni, vissza kell menni, együtt kell lélegezni ezzel a történettel. Szóval attól a fajta hősként mesélem, hogy ha megérkezek valahol, akkor egy hétig nem veszem elő a fényképezőgépet. De mivel a sokkal csak egy hétig igyekszem többen mondani a helynek a ritmusát, vagy az ott létet megjelenni, és csak akkor lehet. És ez itthon is igaz.
Élveztem, oda aztán úgy a mikrofon átvételek, hogy ez egy külön érdekes, hogy lássam. Hogy most egy teljesen hülye és uncsi és közhelyi dolog, de valahogy motosz bennem, hogy azért ezt megkérdezem. Én kicsit, nem sokat, nagyon óvatosan, nagyon kicsit utána nézegettem így, amit láttam. Egy életrajzi volt valami ilyen blognak, vagy a végig nézegettem az adatait a hallasnak. És láttam egy csomó kis ilyen mikropárizsi kiállítások csomó műteményét, és ezzel kapcsolatban hát én nekem rögtön az jutott eszembe, persze magam, hogy én szenvedek, vagy boldog vagyok egy helyen, ahova elmegyek egy városban, és én jól emlékszem is alaposan, és magamban úgy mondom, hogy mondjuk Róma egy nő volt, akit megsértettem, és tudom is, hogy mivel, és nagyon ki is tudott velem, nagyon durván. Vagy szóval ilyeneket érdekeltek magamban, ilyen, hogy az ott léteim azok valahogy ilyen város lények, és hagynak bejutni, vagy segítenek, vagy elfogadnak, vagy rám néznek-e a lányok, vagy gondolva elfordulnak. Ez is nagyon nagy különbség. Hát ez is valami kérdésszerűség, hogy te hogy élsz, amikor ott elmész innen, ebből a világból, akkor nem is az, hogy most kiállítás, nem kiállítás, hát ott az egy külön téma, hanem hogy ott magában, azon a helyen. Hát ez most ugye a gyerekek miatt az egész más történet, de például a Minkma Luxemburg-parkban tudott meg járni, szóval ez egy, biztos, hogy erre már nem emlékszik, de az egy nagy dolog, vagy egy jó dolog. Tehát néha van ilyen ösztöndíjszerűség, ez pont az André Kertész ösztöndíjra volt egy ilyen mód, hogy illetve kiharcoltam, hogy már pedig én egyébként nem megyek, hanem csak hogyha jöhet a gyerek is, mert a felülsőn csak egy kis a francia vagy a magyar intézetnek a tetején van egy ilyen, nem tudom, 4-5 négyzetméteres kis szoba, és ott bújtunk, és ott laktunk, de hát ott voltunk, és tényleg ott tologattam reggelent a Luxemburg-parkban, hát meg első lépéseket ott tette. Tehát az jó volt, és minden egyes ilyen alkalommal az van, hogy jön a család két hétre, és nekem van egy hónapom, amikor lehet randalírozni, vagy úgy értem dobogozni. Egyre ritkábbak az ilyen utak, most nyilvánul felnőnek, meg itt lesz rámaradom, akkor más módon, de hát örülök, hogy hiányzik. És vissza, pontosan, hogy ez Párizsban hogy is volt, hosszú időket töltöttem, és úgy könnyebb úgy kapcsolatokon keresztül, tehát föl van sorolva, de például van közte egy olyan osztószábra, ez egy rendes kocsma. Egy kocsmában csináltam egy kiállítást, és vagyok olyan büszke rá, mint a, nem tudom, sokkal. És személyes kapcsolatokon keresztül portré kiállítás volt, csak az a törzs vendégek, ismerőség, rendben volt, helyén volt, odavaló volt, mindenki örült neki, és az ilyenek a fontosabbakat, meg azok már ilyen galériák. Ezek meg egyre hívják. És maguk a városok befogadnak? Nem. Mindig New York az egyetlen, amelyik. Párizsban is mindig azt mondom, hogy jól érzem, hogy olyan egyedül vagyok. Én bennem már kialakult egy szégyen, hogy biztos én vagyok a hülye, de igazából nem tudok olyan boldog lenni. Szeretettel megnézem, tudom, hogy úgy történelmi, csodálatos dolog, hogy itt megyek ezen az utcán, de valahogy... Nem, ez mindig óriási magány, szóval bátor.
franciák különösen, nem is tudom, ilyen nagyon nehezen engednek föl. Tehát azért mondom, hogy olyan, ahol valóban személyesen is jól érzem magam, azok inkább, mint akár Hollandia, vagy New York, vagy nem is tudom, még Brüsszel is talán. De Párizs az például ugye bevehetetlen magam. Egyszerre eszembe jutott két dolog, hogy hogy állsz te az eltévedéssel? Most akárhol, itt hol, külföldön. Kosztolányinak van egy nagyon szép szövege, hogy egyszer sikerült eltévednie, mikor kijön az oktogonnál az a kis foltalattiból, és nem tudja hirtelen, hogy merre van észak, merre dél, és ez nagyon tetszik neki, nagyon boldog, de aztán lassan felismerjük, azt mondja, sajnos már tudom, hogy hol vagyok. Igen, ezt kimondottan használhatom, mint módszert, tehát ha ezek az úgynevezett külföldi utazások, még amikor például nem lehetett nyugatra menni, vagy csak három évente elmenni, de ember megérkezett valahol a vonattal, főbújt az egyes buszra, vagy egy egyes villamosra, és nem. És se térképen, semmi, tehát egy szalmára, és egy jobb dolog nincs. Ez teljesen rendben van, és emlékszem ilyen kis családi kirándulásokra. Mostanában az a szokás, hogy eddig hegymagason voltunk, mindig nyáron egy hónapot, vagy most Nagymaros a hely, akkor egy bérlőnünk egy házat, és akkor megint csak egy hónap, hogy onnan kirándultunk meg ilyenek. És hát, hogy meg tudjuk figyelni a feleségem olyan gyerekek, amikor eltévedünk én meg ilyen örömmel. Hát persze, szóval hál' Istennek nem olyan volt az ország. És hát a valóként megadom az izgalmat. Egyszerre jutott két ilyen kis számomra kellemes kérdés eszembe az előbb, a másik az éjszaka lett volna. De itt rögtön eszembe jutott, hogy hát persze most már család, kislány, stb. Máshogy működik a dolog, mint nálam. De hogy neked milyen viszonyod a nappalal és az éjszakával? Én például épp megfigyeltem magamon, vagy hát tudom, évtizedek alatt, én nagyon szeretek elfüggönyözni, hogy a napszakokat lehetőleg én alakítsam ki magamnak. Ha akarok, akkor napokig éjszaka legyen. Vagy én imádom, én szeretem az éjszakát nagyon. De imádom a reggelt a napfényt. Tehát, hogy de, szóval, hogy ezen én nagyon sokat gondolkozok, filózok, és szinte abban élek, hogy elemezgetem ezeket a dolgokat. Szeret például gyerekkoromban szerettem válni egy szekrénybe, bezárni az ajtót, és ott áldogáltam. Vagy édesapámnak volt egy, az előszobámban dolgott egy munkás köpeny, abba járt le a pincékbe fájja. És a sötét hosszúna 13 méteres előszoba volt. Én oda mentem a fogashoz, beálltam a köpeny alá, azt magamra borítottam, és ott álltam egy óra hosszat. Most ez az ember, ez még megvan, én ez vagyok tulajdonképpen, hogy én nagyon szeretek csendbe félhomályba megállni, és akár órák hosszat áldogálni, tehát ilyen valami ilyesmiket akartam. És hát különösen inkább egyszerűsítve az, hogy az éjszaka meg a nap van. Hát megint a család az olyan keményes struktúrája. Ez jutott eszembe, hogy itt van egy változás. Struktúrája az embernek az életét, tehát ez a reggel 6-tól. Gyakorlatilag éjfélig, vagy mindig van valami tennivaló. Ez a tanítás, hál' Istennek mindegy, hogy hol délelőtt, hol délután mindig egy héten, azért van egy üres napom, amikor be kell pótolni a többit, de, és hát elég éjszakai ember voltam. Tehát azt kiértem rendesen ezt a dolgot, klasszikus, tehát így a 30-as, 40-es éveimben. Most elmegyek, és ugye még megvan ez a jó szokás, hogy ismerjük, hogy isz
nap, amikor szokhatod a második ásványvizet meginni, szóval, hogy inkább menekülök, és kerülöm az én éjszakai dolgokat. Teljes szétesésbe csapongok. Szóval nekem az biztos, hogy az életemnek egy mostanáig, máig egy fontos részem alatt találtam, hogy nincs találtam, mi tudok gondolkozni a sötétséget, meg a fényed, meg ilyeneken, van időm bőven. De a másik dolog, ami így elkíséri az embert, mondjuk speciál engem, és ezzel kapcsolatban is akarok valami egy ilyen kérdés, nem kérdést, hogy a tanulás, hogy az engem elkísér egész életemben, és nagyon boldog vagyok vele, hogy tanulgatok. De persze erre valaki azt mondaná, hogy ugye, milyen értelmetlen, fölösleges dolog. De én nagyon boldog vagyok olyannyira, hogy még a gyomor működésem is akkor úgy indul benne, valamelyik könyvet kinyitok, de nem akarom részletezni, de ebből problémák voltak az András úti antikvában, amikor még cipőbolt volt, meg most már nem is követtem, hogy micsoda, beléptem, és egyből rohannom kellett. Olgi néni volt a pénztáros, aki egyik kezében egy ventilátort tartott, kézi ventilátort, másikban egy szendvicset, és mondta, hogy menjen föl Galambos úr, most szabad. Meg Galambos úr volt ott a becenevem, egy hosszú történet, nem mondom el. Tehát ott Galambos úrnak hittek, és Galambos úrból tudták, hogy ahogy belép, már a bolton kívül is. Lényegében egyre sietősebben mentem az antikvába, fel az idegen nyelvű galériára, ahogy jobban el, és már a pénztáros néni mondta, hogy beülhetek, mert nincs senki rötyén. Na szóval, hogy a tanulás nekem egy valami ilyesmivé vált, és nem akarok senkinek tetszeni, vagy nincsenek vele céljaim. Tehát ez érdekes, hogy fölöslegesen tanulni, vagy nem fölöslegesen tanulni. Esetleg tanulni egy hivatalért, például hivatalok. Na, ez így most már érdekesebb a kérdés. Tehát esetleges eredményei az embernek. Plusz a tanulás csak. Ez izgalmas lesz, ugye a hivatal női víz. Hogy ez a hivatal hogy is lesz, az iskolában most van ez a Hofmann Rózsa beosztás. Én ugye nincs diplomám, mert nem vettek föl festő szakra, és ugyan jártam egyetemben, művészettörténet szakra, legalábbis végigjártam a Német Lajos, meg a Passot Krisztina, meg a Bekelász, meg a mindenkinek az előadás, de lelkismeretesen, de természetesen nem hivatalosan. De rendesen megtanultam. Tehát most van ez, amit a tanár minősítés történet, szóval tanítok egyrészt, mint magániskola szerűség is volt, hosszú évekig, most azt nem nagyon van, van két suli, ahol óraadó tanárként működöm. Nem tudom, hogy beletartozom-e a... Én most szereztem egy ilyen gondtalanításon az Állampolgári Ismeretek című könyvet, ebben megnézem, hogy én minek minősülök, hogy esetleg én is tanár leszek, vagy voltam, vagy vagyok, mert a fizetésemet azért kapom, hogy tanítom, tehát akkor előbb tanárnak kell lennem, de nem tudom, hogy az egyes, vagy a kettes, vagy a hármas kategóriában, meg hogy mi vonatkozik rám, azt nem nagyon értem. Nem is ez a lényeg, hanem a tanítás az, és a tanulás között semmi különbséget nem látok, szóval ugyanannyit tanulok a srácoktól, vagy a diákoktól, mint ők tőle, és ha abban a pillanatban, hogy ez a kíváncsiság megszűnik, amiről úgy beszéltem, hogy ennyire örülök ennek a mobiltelefonnak, vagy internetnek, meg ennek az egésznek, ennek a könyvtárnak, vagy bárminek, egy fűszálnak. Szóval ha ez a kíváncsiság megszűnik, akkor már gáz lesz. De hál' Istennek ez
nem tudok olyan, vagy nehezen olyan dolgot találni, ami nem érdekel, akár a perisztaltikus mozgásra. Hát, miért azt már közelítettük. Nekem a tanításban csak jó emlékeim vannak, én nagyon szeretek. Hát eleve mondjuk egy ilyen lényegében neurotikusnak mondható fecsegő, amikor egészséges állapot, nálam ez alapállapot. Ha nem érzem jól magam, akkor a normális emberhez közelítek, csendben ülök, de akkor az beteg vagyok valószínűleg. Viszont különböző korú diákok általános iskolástól egyetemistáig ezt nagyon szerették, és ez úgy megmutatott, és ezzel igyekeztem is magam megmutatni, hogy azért van, akinek ez bejön, és akkor azokat az embereket kell keresni, akit meg idegesítek, azt meg elkerülöm, és jó napot. De én egyszer az iparművészetén tartottam valami kurzust, a diákok vittek oda erőszakkal, hogy én menjek meg tőlem. Megcsináltam, vendégeket vittem és beszélgettünk, tehát ez azért jutott eszembe, milyen érdekes nekem, én múltam van már ilyen beszélgetésben. Ott volt a Mándi Iván, és hát volt Amália, a Rót Misának, a császár üvegművésznek a lánya, Lilike, akivel nagyon jóba voltam, de tényleg nagyon jóba. És hát ennek volt elég nagy sikere volt, rengeteg diák odajött, a többi kurzuson nem nagyon jártak. És erre a következő történt, a minisztérium rendkívüli 5000 forintot küldött nekem a nagy sikere való tekintettől, és soha többet nem hagytak tanítani. Nekem már hála. Hála, hogy elég sok sikerélmény van, abszolút ilyen számokkal, százalékokkal megy. Ugye azt szokták csinálni ma fiatalok, akik valami fotográfusok szeretnének lenni, hogy van egy-két ilyen munkányés képzés, és utána mégis középfok vagy felsőfokú képzés az van, összvisz 2-3, tehát Kaposvár, Hummer képző, vagy mennek külföldre, mennek. És elég jó arányban van azok között, akikkel töltünk egy-egy évet, vagy kettőt, elég jó arányban jó helyekre kerülnek. Tehát akár munkában, vagy súlyban, vagy és jól esik, hogy néha ezt ebből így visszajelzés is jönnek is. Köszönöm. Most lesz egy furcsa kérdés, nem kérdés. Amit én előre elhatároztam, hogy valahogy jól lenne megközelíteni, csak hát hogy kérdezek rá ügyesen. Mert hát valahogy vidoman kell bizonyos dolgokat megközelíteni, nem lehet ugye nekiesni. De hát amikor az első mondatokat kérdeztem tőled, ez a valóban tartozás, társaság, stb. Hát gondoltam neked olyan barátaidra, akik hát végül is, hogy mondjam, neves emberek lettek, vagy voltak is, vagy legendák, Petri, stb. Tehát volt körülötted sok olyan ember, akik hát varázslatosak és nagyon érdekesek, szólnak azért, hogy ilyen nem bulvár értelmében. És a Mándi Iván egyszer mondta nekem, hogy ez az öregedés őt nem zavarja végül, és el van vele, de a dolgokat már nincs kivel megbeszélje. És ez azért kicsit idegesíti. És én arra gondoltam, hogy ne várjunk, hogyha megérünk öregekkor, ne várjunk meg, mert valahogy az jut eszembe, mintha mi is már elérkeztünk volna kicsit egy olyan korba, pont abban a necces időben, hogy úgy már eltűntek. Tehát eltűnt a Dixi, a Petri, tehát, sőt, hát egy gyűjtemény most tudnám mondani. Tehát ez nem akarom azt mondani, hogy most ilyen búval bélelten itt akkor siránkozunk, de mégis most van egy ilyen váltás kicsit én. Facebook. Ott írtam egy ilyen mondatot, hogy emlékszem, 80-as években, hogy Erzsébet hét az egyik oldalán, a másik oldalán, és a Fipszetben se oda, se oda átvettem, és megöleltelek. Én nem emlékszem a
szép, nekem viszont azt tűnt föl, hogy most is találkoztunk kétszer-háromszor napokban, szóval mindig megöleltük egymást, most a Tiborral is, hogy egyre többször, és ez olyan, és elég gyakran temetőben. Tehát amikor elmegy valaki, akkor aztán valakit találkozott, és akkor akkor már más, ez más, más egy levés, ami Mátrai Zsuzsa életé, vagy kívül más egy a kívül. Szóval bizony sokan, és ebbe a nagy ilyenségbe álltam le én is a cikivel is, meg a alkohollal is, tehát azért ez még amilyen szar vagy borzatája folyik itt, akkor is gyönyörű. Nagyon köszönöm. Én is. Hát még én.